budai várban tartottak megemlékezést az 1943. június 12-én kezdődött Doni katasztrófa 76. évfordulóján. A Mátyás templomban rendezett engesztelő szentmisén Berta Tibor ezredes, a katolikus tábori püspökség általános helynöke, egy a Doni tragédiában résztvevő tábori lelkész imádságának felolvasásával emlékezett meg a hősi halottakról. Ezt követően kiemelte, hogy a Don mentén harcolók számtalanszor tettek tanúbizonyságot a katonaerények legszebbikéről, az önfeláldozásra is kész bajtársiasságról. Ez annak bizonyítéka, hogy az ember ember tudott maradni, még a legvégső időkben is, ami egyet jelentett a béke diadalával a háború felett. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán Szabó István, a tárca honvédelmi ügyekért felelős államtitkára emlékeztetett az 1943. januárjában bekövetkezett tragédia súlyára. A Donkanyar, a magyar honvédség, hadseregünk fekete napjaként íródott be a magyar történelembe. Generációk tanulták és tanulják meg ma is a nevét, emlékeznek fájón az elvesztett katonákra, a családtagokra, a barátokra. A doni veszteségekről nem állnak rendelkezésre pontos adatok, az elesettek és fogságba kerültek pontos száma sajnos még ma sem ismert. Ám az bizonyos, ez volt a magyar hadtörténelem egyik legnagyobb emberveszteséget. A magyar katonák egyik legnagyobb véráldozata. Senki nem tölt be szebben földi célt, mint ki holtával hazájának élt. Olvashatjuk ezt a mondatot több katonai emlékműben is. De akartak-e ezek az emberek meghalni, hősi halottá válni? Valószínűleg nem. Viszont katonák voltak, akik felesküdtek hazájuk védelmére. És az eskühöz hülyen küzdöttek a végsőkig, és adták legdrágább kincsüket, az életüket a hazájuk. A megemlékezésen Tóta Péter Joel vezető tábori rabbi, valamint Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök mondtak imádságot, majd a résztvevők koszorúk elhelyezésével tisztelegtek a hősi halottak emléke előtt. Több éves hagyománynak megfelelően a rendezvény részeként Jásdi Balázs, a Magyar Tartalékosok Szövetsége hagyományőrző tagozatának vezetője, átvette Koron Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokától a 19. Doni Hősök Emléktúra útbaindító menetparancsát. E rendezvény fővédnöke Benkő Tibor honvédelmi miniszter.